felébredtem tőle, és azzal írtam már pont a korvásfüggészetekről is gondolataimat összeszedve. Hogy engedjék meg, hogy ezt most elmondom önöknek. Hogy valójában mi is a korvásfüggészet. Hol van a helye? A jelenben? Fogyasztásra szám termék, vagy mutató, tevékenys alkotó és előadó reflexiója. Miért is van szükség a kortársműfajokra? Milyen szeretett terepet kívánnak maguknak befoglalni a kortárs vagy progresszív művészet? Hol és hogyan van a kerülve jelen a kortárs művészet? Mi is és miért van szükség a fesztiválokra? Mit kíván képviselni, adni többet, mint amit amúgy is jelen van? Mi szükség van a művészetekre, a művészetekre napjainkban? Mit vállalnak és vállaltak el? Elfogadás és divat. Az új irányzatok kreátorai, még nyomok, előfutárok, vagy meghatározó, megkökkentő, szórakoztató személyek. Az élmények és a rögtalálás reflexiói, a médiumok, a jövő művészet motorjai, az életünk. Kik fogyasztják? Kik csinálják? Ezekre a kérdésekre. Napjainkban már tudjuk a válaszokat, hiszen ma is, és mindig is jelen volt helye van, és fontos szerepe van igazra van a kortárs művészetekben. Az építészetben, a grafikában, a csomagolásban, a zenében, a mozgásban, a színházban, és ezekben együtt és akár egyszerre is jelen lenni. Rendhagyó és felemelő módon újra fogalmazni a világot, amiben élünk. Megmutatni mind azoknak, akik ezt nem, vagy csak lassan ismerik fel. Stílust és műfajokat teremteni, mely újabb generációkat, viselkedéseket, cselekedetében, öltözködésében, szokásaiban, életterükben nyitnak és mutatnak új utakat kitörni a hétköznapból, a szokásoktól és a szörnyűségtől. A kortárs művészetek gyakorlói talán abban a leginkább kitűnőek és tűnnek ki, vagy inkább talán egyezve, hogy ők maguk az alkotók és egyben interpretálók, akik az első számú élvezői, fogyasztói az életnek. A nem kommersznek, akik improvizálnak és azonnal alkotnak. Összegezve a művészet tudományának mutatói ők, feltalálók. A feltalálók nem törekszenek a hangos és nagy tömegeket vonzó sikereket, de szeretnék, ha rájuk figyelnének, és átadhatnák mindazt, amit ők látnak, és gondolnak, hogy felfedeznek. Azért is talán mondhatjuk, hogy diszkrét és meditáló művészek, mind nyugodt ők, akiknek küldetésük van világon. Persze a sikert és a látványt sem megtagadva van szükségük. Esetenként a rendhagyó felületekre, kitörésekre, eseményekre, a szélsőségektől nem visszaadva határokat próbálgató attrakcióknak és betudható rendhagyó alkotások létrehozására és megszületésére. A műfajokat tekintve a Káfé mutatás programja és közreműködői is esetenként a lehetőségeket próbálják beszélni és célozták meg. De minden szempontból és eszközként mondani valójukban az első szám alany, az ember. Az ember. Az őszi Káfé Budapest Fesztivál térben, témában a kornak is megfelelő a legszélesebb és legkihívásabb produkciókat, performanszokat, színháztánci, zenei programokat, műfajok képviseletében is igyekezve a leggazdagabb és legkényesebb hazai és külföldi művész képviselőket hívja meg és vonultatja. Gondolom, hogy a sajtónak áttekintésével a 10 napos fesztivál közhelyszínen párhuzamosan fotó esemény soráról nyugodt szívvel elmondhatjuk, hogy kortárs művészetek színes tükörmozaikjának minden darabja új vonzó esemény, bármelyikének elmulasztása is okolhatatlan veszteségeken. A Káfé Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál, mondhatjuk hát nyugodtan, hogy minden fesztivál különös figyelmet szeretne fordítani azokra, akik már még nem fogyasztói a mai művészeti kulturális termékeknek. Teszi ezt a fesztivál azoknak a helyeknek, rendhagyó helyszínek,
szerkett, és nagyon hozva a fiatalok felnőttek korosztályok körében, igen népszerű közösségi helyszínek, a Rombolkocsmák kávéházak bevonása is, melyre ezt voltam is utalnom. A fesztivál megnyitójának is, majd záróesetének is, azonban helyszíne a nemzeti galéria. Ez a két program helyszín, Újkocsmák és a Nemzeti Galéria műfajának témájában és közösségében is látszólag távol álló közösségi helyszín. Azonban itt a Kortárs Fesztiválban a programok és a kínálatok a figyelem közös fókuszába emelik. A közösség érdeklődésének igény tartva kerülve így a fesztivál keretében partjaitásnyira egymáshoz. A maga részéről jelenleg egyéb megkülőszintén Kortárs legyek a programján, tehát mert ragadja meg mindenki a lehetőséget, és tegye magad szabaddá a fesztivál mind a 10 napjára, hiszen soha vissza nem térő alkalom, hogy a fesztiválban bemutatásra kerülő előadások, ősbemutatók, és művészek alkotta rendhagyó trók, pirulánkból álló eszenciával gazdagíthassák és csillagíthassák képájukat mindazok, akiket hajra kíváncsisághoz élni, a szórakozni vágyás, a kontaktusban kerülés a művészekkel, a fesztiválban közreműködő kiválóságokkal. Október 11 és 20-a között 22. alkalommal kerül fel az őszi fesztiválra. Újabban és természetesen és mindig fontos az, hogy a kortárs és a progresszív művészeti szegmens a legtöbb és a legigényesebb és a legtöbb helyszínűségből felvontatott műfajokkal járjanak. Néhányat kiemelnék. A Nagyszebeni Radusznak a Nemzeti Színház és a Haladi Színház koprodukciójában frissen bemutatott Bulgakov regény adaptációja Mester és Margaritát, amely két alkalommal lesz látható a Nemzeti Színházban. Vagy Ötvös Péter vezetésével érkezik a Modern Ensemble zenekara két koncerttel. Mind a két koncertnek eltérő programjával és Bulgakovnak számít. Mindenben van előadás, minden koncert számon. Mondrozko Kornél és Gilbert a demencia ős bemutatóját mindenki azt gondolom, hogy nagyon várja, a Krómatörő főhangszerzet együttes, Nagy József és Szelvény Jánkos Holó produkcióját, a Brand Royal Kripaszak és klasszikus hangszerek zenészekből álló koncertjét. Fesztiválok a fesztiválban, Monodráma Fesztivál, október 12 és 16 közül az Edison of Contemporary Music Festival, október 16 és 19-e körül kortárs művészetek, kortárs galériák éjszakája, jazz maraton programja, és jazzvilág két gitáros óriását, és Miles Turner és Johnny Hartman